amikor megszületik egy gyermek, a világra jövetele előtt, tehát jelzést ad az anyukának a teste, hogy most már indul az egész folyamat. Mindjárt valami új fog történni. És azt mondja Jézus, hogy amikor a nyomorúságról van szó, akkor nem a nagy nyomorúságról van szó, és nem a Jelenések könyvéről van szó, hogy elkezdődik a nagy nyomorúság, hanem arról van szó, hogy a vég ideje elérkezik, és a szülési fájdalomhoz hasonlítja, hogy az a magzat, ami az anyukában növekedett, itt van az ideje, hogy befejeződjön ennek a szakasznak az életébe, és egy új szakasz kezdődjön el. Na most erről van itt szó, hogy a szülési fájdalmakhoz hasonlítja Jézus a háborúk híreit, és a földrengéseket, az éhségeket és a járványoknak az idejét, ezt a végnek a szülési fájdalmaihoz teszi. Na most a szülési fájdalom az arról szól, hogy amikor beindul, onnantól kezdve nem lecsökkenni fog, nem kevesebb lesz belőle, hanem onnantól kezdve a szülési fájdalomnak az intenzitása megnövekszik, egyre nagyobb lesz a szülési fájdalomnak az ereje, és egyre az ismétlődése is, egyre rövidebb időszakaszok fognak megtörténni a fájdalmak ismétlése közben. Na most, ha így nézzük, akkor nem ez az első járvány például a világban, tehát az elmúlt években is voltak járványok, a koronavírusnak is, vagy a sarsvírusnak is bizonyos fajtáinak is volt már működése, vagy hogy mondjam, vagy terjedése. Csak van, hogy le tudják zárni területileg, bizonyos területeket lezárnak, vagy bizonyos területekre jellemző, de van olyan, hogy ez kitör azokból a területekből, és magukkal viszik az emberek, vagy más élőlények is, és így el tud terjedni tehát a világban is. Na most, amikor azt mondja Jézus, hogy hallonotok kell, nyilván az utolsó időben ő már tudta, hogy lesznek technikák, internet, és különböző olyan eszközök, amivel nagyon a hírek nagyon gyorsan tudnak terjedni. Tehát vírusos járványok, ez a szülési fájdalmat hozzák elő. Na most a Bibliában a vírusokkal kapcsolatban, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben van, hogy ugye megvan a vírusoknak a természetes működésük, bár ezek ugye szervetlen lénye, vagyis szervetlen valamik, dolgok, amik nem élő lények. Nem élő lények, de mégis vannak, és mégis kárt tudnak okozni. És nagyon érdekes az, hogy vannak összefüggések, nem akarok elszellemesíteni semmit sem, de vannak összefüggések, természet fölötti lények, és vírusok, járványok működése között. Most elmondok nektek egy nagyon furcsa dolgot. Azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor maga az Úr vissza fog jönni a földre, akkor azt olvassuk, hogy ugye Témánba teszi le a lábait, és elkezd vonulni a Izrael felé, tehát a Jeruzsálem felé, hogy elfoglalja az ő helyét, és azt mondja a próféta, hogy előtte dökhalál jár. Tehát ahogy lépked, előtte dökhalál jár, tehát eredetiben járvány megy előtte, és azt mondja, hogy magas láz követi. Tehát, hogy magas lázzal járó dolgok lesznek az Úrnak a visszajövetelekor.
Ez van az eredeti héber nyelvben. Tehát látszik, hogy bizonyos természet fölötti személyek és lények működése tudja a vírusoknak, járványoknak, magasláznak, vagy magaslázzal járó betegségeket mozgatni területről területre akár. Megdöbbentő. Félelmetes. De azt mondta Jézus, ne féljetek. Azt mondja, nehogy megrémüljetek. Amikor vannak ilyen hírek az interneten, arra figyeljetek oda, hogy annyit, ne olvassátok a mindennapi híreket, hogy többet olvassátok a Bibliánál, az Isten beszédénél, és nagyobb hit alakul ki bennetek a félelemre, a betegséggel kapcsolatban, mint abban, hogy az Úr egészségben fog tartani bennünket. Amen. Gondold el a magaslázas betegségek esetében, pont Péter anyósa feküdt magaslázba, lehet, hogy vírusos influenza megtámadta Péter anyósát, magaslázzal feküdt, Jézus oda megy, megfogja a kezét, és elhagyja a láz. És vége, összeomlott a vírus járvány a Péter anyósának a testébe, és megtört ez a betegség az életébe. Tehát a különböző cikkeket, ha jobban várod a kormány, az operatív törzsnek a sajtótájékoztatóját, mint az Isten igényének a hirdetését, akkor helyre kell állítanod a rendet magadban, mert hidd el, hogy semmire nem fogsz lemaradni, de viszont fontos oda is figyelni ezekre a dolgokra, de a másik az, hogy a vírusos megbetegedésekkel kapcsolatban, azt hadd mondjam el nektek, hogy nincs gyógyszer ezzel kapcsolatban, tehát nincsenek olyan gyógyszerek, amik a vírusos megbetegedéseket meg tudják gyógyítani. A vírusos megbetegedésekre mindig az embernek az immunrendszere termel olyan antitesteket, olyan anyagokat, amivel legyőzi a saját szervezetünk ezeket a vírusokat. Most például a koronavírussal kapcsolatban is, hogy több törzse van ugye a koronavírusnak, de tehát négyet mindig hordoz magában az ember. Tehát négy ilyen koronavírus törzset. És ugye a koronavírusok tönkre mennek, mert a belső részükbe levő RNS szálat, az igazából egy kéreg van körülötte, egy burok van körülötte, amit úgy hívnak, hogy lipid. És ez a lipid, ez egy zsír igazából. És ezek a vírusok nem bírják, például az alkoholos fertőtlenítőket nem bírják, ezek, mert ugye ahogy tönkre megy, ahogy feloldódik az a zsírburok, abban a pillanatban tönkre megy a vírus. Ezért fontos a kézmosás, tehát hogy mindent tegyünk meg annak megfelelően, hogy mossuk meg a kezeinket, és mi hogy most zárt körű, ugye ez a közvetítés, nyugodtan mondhatom, most követhetitek a farizeusoknak a példáját ebben, hogy gyakran kell kezet mosni, amikor felébredtek, amikor hazamentek, amikor bármit csináltok, hogy gyakran étkezés előtt minden, tehát mosni kell az embernek a kezeit, lehetőleg alkoholos fertőtlenítővel, illetve klór, tehát a klór is oldja a zsírt, és klóros, tehát fertőtlenítővel, vagy ugye a vízbe is van klór, és ezért kell jó sokáig dörzsölni az embernek a kezét a mosdóba, hogy lekopjanak, ha netalántán voltak ott vírusok, lekopjanak, ez a réteg, ez a zsír réteg, lipid réteg,
És akkor tönkre megy ez a vírus. Ugye a másik nagyon fontos, hogy a C-vitamin, D-vitamin bevitelre oda kell figyelni, cinknek a bevitelére oda kell figyelni, hogy a szervezetünk, tehát az immunrendszerünk, az jól tudjon reagálni ezekre a betegségekre, influenza-szerű vagy vírusos betegségekre. Tehát ott tartottam, hogy vannak bizonyos lények és bizonyos betegségek és lények között összefüggés a mozgásban. Pont tegnap hallottam, hogy amikor az ember Istennel szemben mutatja a kevésségét, állítólag azt hallottam, hogy állítólag a kínai kormányban, tehát ott tehát elhangzott egy olyan, hogy most már nincs semmi, ami tönkre tudná tenni a kínai gazdaságot, tehát annyira át tudja venni a világnak a gazdasági mozgását, dolgait Kína, hogy nem lehet térre kényszeríteni sehogy se. Na tudjátok, amikor ilyen idők vannak, meg olyanok, hogy a kevésség, tudjátok, hogy a Titanic nem fog, soha nem süllyed el. Most egy olyat gyártottunk, olyat csináltunk, ez az emberi kevésség, arra mindig haragszik Isten, amikor kevéjen. És vigyázni kell, ugye a materializmus, ateizmus, ugye eleve tagadják Istent, és ezért jobban a kevésséget elő tudja hozni az emberből. Nem tud alázatba maradni az embernek a szíve, a személyisége. És tehát előjönnek ezek, hogy amit mi csinálunk, ezt nem lehet legyőzni. Most mi vagyunk a legjobbak, mi vagyunk tehát ezzel még Isten se tud mit csinálni. Felépítjük a Bábelt, és összefogunk, és mi vagyunk azok, akiket még Isten se tud legyőzni. Na és nem telik el egy-két hét, és már olyan megbetegedések szabadulnak föl a világban, amit az ember kapkod, hogy most akkor hogy lesz, hogy gyógyulnak meg az emberek. Megdöbbentő, ugye Heródesnek volt egy ilyen, hadd mondjak először egy-két olyan történetet, hogy összefüggést is lássatok, és utána bízom benne, hogy a hit erősítés is fog tudni menni. De én azt javaslom, hogy ilyen időkben az embernek magába kell néznie, megalázkodni Isten előtt, és megnézni, hogy mibe kell korrigálnom magamat, mit kell másképp csinálnom, mibe kell helyre igazítanom az életemet az Isten igéjéhez, mibe kell megváltoztatnom a szokásaimat, mert egy új dolog fog jönni, egy új időszak fog jönni az emberi történelembe. Valószínűleg mi vagyunk az a nemzet, az a generáció, nemzetség, generáció, aki meg fogja látni ennek, amikor az emberi történelem a végbe torkollik bele. És ezért fontos, hogy ahogy korszakváltások voltak Izrael fiainak az életében, és ahogy a proféták mindig jelezték Izrael fiainak, hogy emberek, változtassátok meg az életeteket, a szokásaitokat, Istenhez keressétek az Urat, amíg megtalálható, amíg közel van. Tehát mindig figyelmeztetek erre Isten emberei, hogy a korszakváltás, akik hallják az Isten igét, azok a nyerességük legyen ebből, és ne veszteségük, és pusztulásuk legyen ebben. Tehát egy történetet hadd mondjak el, azt mondja, ugyanilyen kevésséggel kapcsolatban, Abcsel 12:20-ban van ez, Heródes pedig ellenséges indulattal volt, ugye Heródes Agrippa, a tirusziak, szidoniak iránt, de azok egy akarattal eljöttek ő hozzá. Blátuszt, a király kamarását megnyerték,
békességet kértek, mivel hogy az ő tartományuk a királyéból élelmeztetik. Egy kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhába volt felöltözve, a székén, tehát a trónján ült, nyilvánosan szólt hozzájuk. A nép pedig felkiáltott. Isten szava ez, nem emberi. És azonnal megverte ugye őt, tehát Heródes Agrippát, az Úrnak az angyala, azért, hogy nem az Istennek adta a dicsőséget, és férgektől megemésztetve meghalt. Tehát nézzétek meg, tehát több tanulsága van ennek a történetnek, de az egyik az az, hogy nézd meg, milyen kevélyen állt hozzá az Agrippa király az egész hozzáállását, hogy nem Istennek adja a dicsőséget, és ugye nem veszi figyelembe azt, hogy ezek az emberek csak kevesebb adót szerettek volna, vagy adómentességet szerettek volna élvezni. Tehát igazából azért mondták neki ezeket a szavakat és ezeket a dolgokat. Isten szava ez, nem emberi. Erre Heródes úgy volt vele, na ugye, mondtam. Milyen fantasztikus ember vagyok, sőt, nem is ember, hát Isten, földre szállt Isten. Gondold el, így elszálltak. És ott abban, a per pillanatban egy angyal, mivel nem Istennek adta a dicsőséget, nem volt alázatos, kevély volt. Hát erre az angyalok a mennyben fönt, ők már tapasztaltak ilyet, hogy az egyik angyaltársuk, tehát fejedelemség vagy kerub fellázadt és kevély lett. És nekik már torkig vannak a kevésségtől. Már teljesen ki vannak akadva, már jelentkezett egy angyal az Úrnál, amikor látta ezt a hozzáállását Heródesnek, hogy hadd menjek el én, egy kicsit hadd csapdossam meg ezt a Heródest, hogy tudja, hogy hol a helye. És erre jön, tehát leszáll ez az angyal, és eredetiben ugye azt mondja, hogy nem az, hogy megverte őt, megütötte. Az van az eredetibe. Oda leszállt egy angyal mellé, ahogy ott a trónszéken ült, királyi ruhába felöltözve, leszállt mellé, vagy elé egy angyal, csak ezt nem látták a többiek, akik éjjenezték. Ezt nem látták, ez mind a nagy ünneplés és éjjenzés közepette volt. Leszáll az az angyal oda, és egy beállt boxálásba, és egy KO-t benyomott neki. Beütött neki egyet. És azt olvassuk, hogy ahogy ez megtörtént, valami a szervezetébe, a bélrendszerébe, a gyomrába, valami elindult, és ha ott akkor lettek volna olyan tudományos fokon az orvosok, és meg tudták volna vizsgálni, tuti biztos, hogy elmondják neked, hogy milyen vírusok, milyen bacillusok, milyen férgek, belső valami, mi okozta. A Biblia megmondja, hogy mi okozta. Leszállt egy angyal, és megütötte. Ez okozta ezt a betegséget. Az angyalok hordoznak, tehát hordoznak dolgokat, valóságokat magukkal. És képzétek el, hogy vannak olyan angyalok, akik meg a gyógyulás. Van, aki a betegséget hordozza, van olyan angyal, tele van vírussal a környezete. Csak meglegyinti az embert, és totál vírusos lesz. A másik tele lesz bacillussal. A harmadik, érted, valami más betegsége. De van olyan angyal, aki meg lejött a Betesda tavánál, van olyan angyal, aki meg a gyógyulást hozza magával, az egészséget. Azt meg körbeveszi az atmoszféráját, az egészség. És ahogy ez az angyal leszáll a tóra, rögtön, tehát ráárad az anyagra az egészség, és közvetíti, az anyag közvetíti az egészséget. És ahogy rászállt a tóra, elkezdett hullámozni, elkezdett valamit csinálni, fodrozottak a habok,
És látták az emberek, lejött egy, itt van egy természet. Nem látták a szemeikkel, de ezekből látták a tapasztalat. Hoppá, megmozdult a víz. És aki elsőre, azt vették észre, hogy ilyenkor aki elsőre megy oda, közvetíti, ez az angyalnak ott volt az egészség, meg volt töltve, fel volt rakva töltőre a mennybe, be volt csatlakozva az Úrnak a személyébe, és az egészséggel teletöltődött ez az angyal. Puff, lejött, és átadta ezt az egészséget az első embernek, aki belépett a vízbe. Akármilyen betegség. Nem olvasod azt, csak a vírusos, csak a, ami nem vírus, vagy szembetegségek, bármilyen betegség lehetett. Csak az lépjen oda elsőnek. És oda ment át az a gyógyító töltet, az az egészségnek az a töltete, oda ment át az ember, arra az emberre. És bármilyen betegsége volt annak az embernek. Meggyógyult. És mit csinált ez az angyal? Ment vissza a töltésért. Mert ugye nem hordoztam, mert a második ember is meggyógyult volna, a harmadik is, aki odaér, a negyedik, az ötödik, a tizedik, nem, csak az első. Ennyi töltést tudott lehozni. A mi Urunk Jézus Krisztus meg, amikor a Szent Szellem rászállt, úgy teletöltötte Isten szelleme kenettel, erővel, hatalommal, hogy az nem csak egy emberre volt hatással, az nem csak az első, aki megérintette, csak a vérfolyásos az, hogy megérintette ennyi, és többieknek mondta, hogy akkor ti menjetek haza. Nem ez történt, hanem az történt, hogy tele lett Jézus ezzel a gyógyító kenettel. És bárki megkereste Jézust, bárkit megérintett, meggyógyultak. Persze hit is kellett ehhez az emberek részéről, de bárki, ő neki az ő töltöttsége az végtelen. Az angyalok töltöttsége egy-egy, ezért egy-egy valami, egységnyi, egy ember egységnyi az angyaloknak a töltöttsége. Ezért volt az, amikor Jákob lefeküdt a Bételbe aludni, akkor ezért látjuk azt, hogy mit látott, feje fölött az ég meg van nyílva, egy létra volt a menny és a föld között, és az angyalok leföl közlekedtek, mert ez egységnyi töltésük van. És amikor kiadták azt az egységi töltet, mentek vissza. És lehet, hogy valaki a második égig ment föl vírusokért, valaki meg a harmadikért ment föl egészségért. Megdöbbentő, nem? Na, Herodes nem adott Istennek dicsőséget. Adjál Istennek dicsőséget. Adjál Istennek, hogy neki add azt. Ez nem a te érdemed, amik történnek veled. A jó dolgok nem a te érdemeid. A rosszak azok, igen. De a jó dolgok, azok Istentől kaptad ezeket a dolgokat. És adjál neki dicsőséget. Az, hogy például Herodes egy ilyen családba született meg, most nem tudom, most nem akarom kielemezni, ez átok volt számára, vagy áldás, de az, hogy királyi ruhába öltözhetett, az, hogy trónra ülhetett, az, hogy hallgatták az ő szavát, ez Istennek kell adni az embernek a dicsőséget. És de nézd meg, hogy ahogy meglegyintette ez az angyal Herodest, abban a pillanatban egy valami olyan töltet jött át Herodesre, ami betegséget okozott neki, és azt olvassuk, hogy megemésztetve, férgektől megemésztetve meghalt. Tehát valahogy vírusokat, vagy baktériumokat, mert ugye nem lehet tudni ott, hogy most, mert nem volt akkor ilyen szavak, nem voltak, hogy baktérium. Volt valami, amire ezt mondták, hogy ilyen nyilván, Nem a tudomány nem állt azon az álláson, hogy most leellemezték, hogy az vírus, baktérium, hogy működik, a féreg, a belső férgek, és a többi, és a többi. Tehát el kellett nevezni valahogyan azt a betegséget, és nézzétek meg, hogy ennek az embernek a betegségét és a halálát egy angyal okozta. Én
Most ne értsetek félre, én nem azt mondom, hogy minden vírusos járvány és minden megbetegedést egy angyal okoz az embernek, meg ilyen járványokat, hanem én azt mondom, hogy vannak összefüggések. Lehetnek összefüggések. Nézd meg egy másik esetet, hadd mutassak nektek, a Jeruzsálem történetével kapcsolatban a Kettő Királyok, Kettő Krónika 32-ben. Kettő Krónika 32, Jeruzsálemben, ez a Jeruzsálemről van szó, és arról van szó, hogy Asszíria megtámadta Jeruzsálemet, és azt mondja itt az Isten igéje, milyen érdekes dolgok vannak a Bibliában, nem? És milyen izgalmasak ezek a dolgok. De ne engedjünk a félelmeknek. A félelem negatívan hat az immunrendszeredre. A hit meg erősíti az immunrendszeredet. A vírusokat, a vírusos megbetegedéseket az immunrendszeret tudja legyőzni. Amikor oltást adnak az orvosok, akkor meg ugye lebutított vírusokat tesznek, legyengített és lebutított vírusokat. Azért oltják be az embert, hogy az embernek az immunrendszere kezdjen el termelni olyan anyagokat, hogy legyőzze, és serkenti az immunrendszert, hogy legyőzze azokat a vírusokat. Amikor gyógyszeresen adnak, akkor ezeknek a vírusoknak, most én nem akarok belemenni ilyen orvosi szavakba, de vannak bizonyos ismertető jelei, vagy antigének, ezekkel ültetik, tehát teszik bele a gyógyszerbe, de az is azért van, hogy a szervezet reagáljon ezekre, a vírusnak ezekre az antigénjeire, és erre termeljen antitesteket. Na, ennyi volt az orvosi dolog ebből. De itt az a lényeg, hogy ne féljetek. Ezért mondta Jézus, ne rettegjetek. Amikor ezekről hallanotok kell, amikor felmész az internetre, akkor ne a félelem irányítsa a mozdulataidat. Amikor olvasod a híreket, akkor ne a félelem legyen benned, hogy te leszel a következő. Amikor eltűszented magad, ne a félelem jöjjön, hogy most akkor ez koronavírus. Tehát oda kell figyelni arra, hogy Isten igéje azt mondja Izsaiás prófétánál, hogy erőd megújulását érzed, ezért nem lettél beteg. Tehát, hogyha az erőd, itt igazából valószínűleg az immunrendszernek a működéséről van szó, hogy jön a kenet, Istennek az ereje, kenete, és ne értsetek félre, tehát kell. Tehát nem az orvosok ellen mondom ezt, és nem az orvosi segítségnyújtás ellen mondom ezt, mert nagyon nagy, nagyon jó dolog az, hogy az orvosok és ennyit tudnak segíteni az embereken, hogy ne, tehát meg tudjanak gyógyulni az emberek. Én arról beszélek, hogy mit tudsz te megtenni annak az tehát abban, hogy egy kimeríthetetlen, végtelen töltetű, egészséggel teletöltött személlyel vagy kapcsolatba. És hogy tud belőle ez az erő kiáradni rád is, ahogy arra a vérfolyásos asszonyra kiáradt, és amit 12 éven keresztül nem sikerült megállítani, azt egy érintés meg tudta állítani. Van ilyen? És én azért beszélek erről, hogy higgyél, hogyha a természetes immunrendszered tud választ adni vírusokra, és ellenanyagokat termelni, akkor mennyivel jobban fogja ezt megcsinálni akkor, amikor Istennek a kenete és ereje, és a hit elkezdi megmozgatni az immunrendszeredet.
gondold el, lehet szólni. Most nem akarok nagyon előre menni, de gondold el, lehet szólni. Mi van? Nincsen az immunrendszernek antitestjei. Na most mit csinálsz akkor? Hát Isten, nem olyan Istenünk van, aki előszólítja az, ami nincs, és előszólítja mind meglevőket. Hát van ilyen, amikor nem volt fény, nem volt világosság, csak sötétség volt. Hát nem előszólította Isten a fényt, a világosságot? Nem előszólította? És lett világosság. De ha nem szólt volna, akkor maradt volna a sötétség. Jakab azt mondja, hogy a beszédünkkel tudjuk irányítani. Azt mondja, ez olyan, mint a zabla a lónak a szájában. Olyan a beszéd, a szavak, a hitnek a megvallása, olyan, mint a zabla a lovaknak a szájában. Mit csinál a zabla a lónak a szájával? Irányítja a testét. Magyarán mit mond ezzel Jakab apostol? Azt, hogy a beszédeddel tudod irányítani a testednek a folyamatait. A beszéddel. Ha azt mondod, jaj, megbetegszek, akkor az immunrendszered veszi az adást, azt mondja, kösz szépen, kiadod a parancsot, most félgőzzel dolgozok csak. És mit fog tapasztalni az ember? Na, ugye megmondtam. Hogy akkor megbetegedtem. Ne félj! Kimondod az immunrendszerednek. Immunrendszerem! Jézus nevében! Most is mondhatod. Mondhatod azt. Immunrendszerem! A Jézus nevében termelj antitesteket a koronavírussal szemben! Mit szólsz hozzá? Kiadod az utasítást az immunrendszerednek, hogy azt csinálja. Hát a beszéd az hat. Hát erre már orvosok is rájöttek, meg tudósok is, hogy azt, amit mond az ember, hat az egészségére. A hozzáállása, ahogy benne van a betegségben, az érzelmi hozzáállása, a beszéde, az mind hatással van. A hatással tud lenni az egészségi állapotára. És ha szólsz, eddig nem szóltál? Hát az az első, hogy szóljál, amikor koronavírus van, ne azt mondjad, már meghalt valaki, hanem szólj az immunrendszerednek, te nem fogsz meghalni. Erősödjél meg, és termelj antitesteket. És akkor fogja magát az immunrendszer, parancs, értettem, és átáll a legkisebb sejten belül, a molekuláris folyamatokba, beállnak a dolgok. Hallottátok? Kiadták a parancsot. Hallottuk, akkor termeljük ezeket. Ez így működik. És azt mondja, erőd megújulását érezted, ezért nem lettél beteg. Ha átadod magad a félelemnek, azt fogod érezni, hogy jaj, olyan gyenge vagyok. És akkor ne csodálkozz, hogy meg tudsz betegedni. De amikor hallgatod Isten igét, párosítod a hittel az Isten igéjét. És persze úgy is élsz, tehát hogy nyilván megteszed a természetes szinten azokat a folyamatokat, amiket kell, akkor meg fogod tapasztalni, hogy ahogy megújul az erőd, azt fogod megtapasztalni, hogy meggyógyulsz, kijössz betegségekből. Tehát itt a 2 Krónika 32.20-ban azt mondja Istennek a beszéde, 32, inkább az elejétől hadd mondjam el. Tehát eljöttek, azt mondja az első verszak, ezen dolgok és igazságos cselekedetek után eljött Szenakhérib, az asszíria beli király, és Júdába menvén megszállta a megerősített városokat,
azt mondván, hogy elfoglalja azokat magának. Megdöbbentő. Tudjátok, mi a megdöbbentő? Hogy lehet, hogy Ezékiás király, aki akkor Júda királya volt, igazságos cselekedeteket tett, és ez lett a következménye? Mert kiküldött előtte papokat, Isten igéjét hirdette, visszavezette az embereket a mózesi törvényekbe, ismerik a törvénykönyvet, Izraelbe kiküldött papokat, helyreállította az Isten tiszteletet. És nézzük, mi a következménye, azt várnád, na most, mindent jól csináltam, Istenem, áldást kérek. És nem, hanem egyszer csak beállít az asszíria beli király, a Szenakhérib. Egyszer csak ott találod magad, a Szenakhérib ott van előtted. És azt nézed, összezavarodsz. Hogy lehet ez? Hát jól csináltam. Hogy lehet ez, hogy egyszer csak itt áll előttem? Miért? És tudod, mit mondok neked? Ne kérdezz azt, hogy miért, mert a miértet a vesztesek kérdezik. Hanem most mit csináljak? Nem az, hogy miért történt ez velem. Azt majd meg fogja mutatni Isten. De most, ebben a helyzetben nem annak van itt az ideje, hogy a miérteket kutasd, hanem annak van itt az ideje, hogy mit cselekedjek, azt kutasd. És azt mondja itt az ige, hogy eljött, hogy elfoglalja magának. Mikor tehát Ezékiás látta, hogy Szenakhérib eljött, és Jeruzsálemet meg akarta szállni, tanácsot tartott a vezéreivel és vitézeivel, hogy a városon kívül való forrásokat betöltsék, és azok segítségére lettek neki. Látod, meg kell tenni az első, meg kell tenni természetes szinten mindent. Nem úgy van, hogy ilyen szuperszellemi módon, hogy majd Isten valamit csinál. Nem. Látod a Bibliában is, hogy természetes szinten megtettek mindent, amit tőlük tellett. És utána azt mondja, hogy összegyűjtötték a sokasságot, bedugták mind a forrást, ország közepén folyó patakokat, mondván, miért találjanak az asszíriai királyok elegendő vizet, ha eljönnek, nagyon is jól tették, ők szomjazzanak inkább. És azt mondja, a nép fölé seregvezéreket tett, maga köré gyűjtötte őket, és a többi. Tehát elindult egy összeszervezés abba, hogy tudjuk ezt, ha már ez megtörtént, a legkevesebb kárral megúszni. És így kell hozzáállni. Hogy lehet a legkevesebb kárral ezt az egészet megúszni? Mit tudok én tenni azért, hogy a legkevesebb kár történjen? Nyilván most ebben az időben mi azt tudtuk tenni, hogy nem tartunk nyilvánosan, tehát nem tartunk olyan istentiszteletet, amit szoktunk az elmúlt időben. De meg kell azt is nézni, hogy akkor meg kell szervezni azt is, hogy viszont akkor ima alkalom, imádkozások, könyörgések, esedezések viszont tudjanak menni, hogy Isten állítsa meg ezt az egészet. Hát Jézus Krisztusról én azt olvasom, hogy van, azt mondja, amikor feltámadt a halálból, azt olvassuk, hogy nekem adatot minden hatalom égen, menjen és földön. A koronavírus hol van? A földön. Valamikor fölszáll egy kicsit a levegő mozgással, de az égben is Jézusé minden hatalom. A földön is Jézusé minden hatalom. Amikor Jézus azt mondta, hogy övé minden hatalom a mennyben és a földön, higgyétek el, hogy ez a koronavírusra is igaz. Ez a koronavírusra is igaz. És emberek, ha ilyet tud csinálni a koronavírus, vagy influenza vírus, mert nem csak a koronavírusról beszélünk, mert van influenza vírus. Én nem elbagatelizálni akarom ezt. De látni kell azt, hogy tehát az embernek föl kell készülnie mentálisan is, nem csak
C-vitaminokkal, meg vitaminokkal kell felkészülni a vírusokkal, járványokkal szemben, hanem mentálisan is fel kell készülni a járványokkal szembe. És Jézus azért mondta, ő már előre beoltotta a tanítványokat, és a tanítványokon keresztül bennünket, hogy ne rettegjetek, ne féljetek, amikor ilyen megtörténik, ezt nem, nektek nem kell félnetek, mert ő, mi, akihez mi tartozunk, annak van hatalma a földön és a mennyben mindenen. Hát amikor azt mondja az ige, hogy Jézus nevére meghajol minden térd, és olyan nevet ajándékozott az Atya a názáreti Jézusnak, amely minden név fölött való név, hogy az ő nevére meghajoljon minden térd, akkor ebben benne van a mennyen, a földön és a föld alatt, akkor ebben benne van a koronavírus is, hogy ha esetleg van olyan szellemi lény, aki irányítja a koronavírust, annak a térde is meghajlik Jézus Krisztus nevére. Te olyan személyhez tartozol, akinek hatalma van a koronavírus fölött is, az influenza vírus fölött is. Hatalmad van. Vagyis neki hatalma van. Te meg hozzá tartozol. És használhatod az ő nevét. És tudsz szólni. Lehet szólni a koronavírusnak is. Hát miért szerintetek? Csak a fertőtlenítőszer tudja a lipideket, ezeket a nano millimétereket, vagy mik, tudod, ilyen iszonyú kicsi, apró dolgoknál, hogy csak ezek tudják felbontani a lipidnek, ez a zsír gombockának a tetejét, a burkát. Hát mi van, hogy szólsz? Koronavírus. A Jézus nevében. Pusztulj ki! Abban a pillanatban a lipidjeit már engedi szét. Ez működik, hát akkor Jézus hazudott, akkor neki nincs hatalma. Ha meg neki nincs hatalma, akkor mit beszélünk? Mi vagyunk itt? Miért olvasom a Bibliát? Miért mondok valamit? Nekünk hittel kell hozzáállni, és nem félelemmel. Mert ezt az ember észreveszi magán. Ugye, mert az, rögtön az aktuális híreket akarja tudni, már mindig olvassa, nézi, hallgatja, és a végén nem veszi észre, hogy már jobban félek ettől az egésztől, mint ahogy van ez az egész. És mondom, nem elbagatellizálni akarom, mert oda kell figyelni az egészségre, egymásra, az idős hozzátartozóinkra, idős testvérekre oda kell figyelni, hogy ne mert ugye másképp az immunrendszerük másképp működik, másképp reagál. De azért azt is vegyétek figyelembe, hogy például a 2005-ös, 2015-ös influenza, Magyarországon az influenza járványnál körülbelül azt mondják, hogy januártól márciusig körülbelül 5600-5700 ember halt meg itt Magyarországon 2015-ben, januártól márciusig. Tehát a félelem ne emeljen följebb, ne emelkedjen följebb benned, mert rontod az esélyeidet. A félelem az ördögnek a hite, amivel befolyásolni akar, hogy az történjen meg, ami az ő akarata. A hit meg, Isten adja azt a bátorságot, bizalmat az Istenbe, amivel meg az ő akarata valósul meg.
Tehát ezzel én azt akarom mondani nektek, hogy ne engedjétek meg, hogy kezeljétek a híreket, az internetet, a híradókat, kezeljétek úgy a helyükön, hogy ne engedd meg, hogy megfélemledjél. Most mondhatnám azt is, hogy mi rossz történhetne veled? De nyilván az ember inkább mindenki élje végig az életét a földön, és csak utána kerüljön a mennybe. De igazából a te életednek a legvégső soron a legnagyobb problémája megoldódott, ha elfogadtad Jézus Krisztus, és hozzáigazítod az életedet, és követed Jézust, megoldódott. Ne félelemből reagálj, azt mondta Jézus is, ne attól félj, aki a testet meg tudja ölni, hanem attól félj inkább, akinek az a hatalma megvan, hogy az embert a halála után a gehennába tudja vetni, az örök kározatba. És neked, ha megtértél, befogadtad Jézust, követed Jézust, újjászülettél, akkor nincs mitől félned. Ezt le kell győzni magunkban, a félelmet. Mert úgy is feltámad az ember. Maximum előtte elszenderedett egy kicsit. Bealudt. És egyszer csak felkeltik. Haló, itt van a feltámadás. Ja, nem is tudtam. És lehet, hogy közben eltelt 2000 év. Lehet, hogy az első tanítványok, tudod, mert mi azt mondjuk, már 2000 éve meghaltak. Hát honnan tudod, hogy ott, hogy telik az idő? Itt így telik az idő. Nekünk 2000 év óriási nagy idő. És ahogy elalszik az ember, vagy elaludtak az első, ott az első tanítványok, az első apostolok, az első gyülekezetnek a tagjai, és egyszer csak trombita lesz, felkeltik, ébresztő, mi történt? Mint amikor te a katonasságnál elaludtál, és reggel egyszer csak jött az ébresztő, és nézted, hogy mi? Ilyen hamar? Hát még nem is aludtam ki magam. Na hát így lesznek sokan, hogy mi történt? Eltett 2000 év? Ne csináld már. Ezt most komolyan mondod. Tehát neki másképp telik az idő. Nekünk telik így. És a Ézsaiás is, most többet olvasom Ézsaiást, és mondja, hogy egyszer csak jönnek, akik, tudod, hogy a föld porába alszanak, egyszer csak mondják, ennyi, felkelés. Feltámadunk. És emberek, az életé az utolsó szó, nem a halálé. Az élet fog győzni, nem a halál. És már előtte, ezt már tudja nagyon jól Isten, és előtte már a prófétáknál beírta azokat a ének, már előre megszerezte azokat a dalokat, zeneszámokat, hogy miket fogunk majd akkor énekelni, amikor majd megtörténik a feltámadás, és a halál bekerül a gehennába, a tűznek a tavába. Már előre elkezdte komponálni. Nem akar túl sokat se, elég, hogyha ez a zenemű már a mennybe is, meg itt a földön megy. És olvassuk is, hogy ott van, hogy halál, hol a te fullánkod? Ilyeneket fogunk énekelni. Úgy fogjuk hasonlítani a halált, mint a darazsakat. Hol a te fullánkod? Hát nincs, ellőttem az egész tárat. Hát akkor mész a gehennába. Tehát az ige, tehát az a mentális gondolkozásunkban, ne engedjük meg, hogy olyan emberek, akik meg vannak rémülve, a félelem olyan, hogy a leggyorsabban tud terjedni, hogy a hazugság is. Ha egy hazugság gyorsabban elterjed, mint az igazság. Ugyanígy, a félelem könnyebben elterjed, mint a hit. Nézd meg, hogy most hányan félnek, és hányan hisznek. De a világ történelemben is nézd meg, hogy miért olyan nehéz a hitet
2000 éve a kereszténység és az apostolok, az apostoloknak az utódai győzködik az embereket, az egyház, a tanítványok győzködik az embereket, hogy higgyetek, és mindenki, ezek hülyék, ezek így van, úgy van, de nem is hisznek. De jön egy hazugság, vagy jön egy félelem, olyan hír, ami félelem, nézd meg, az evangélium is hír, és a járványról is vannak hírek. Van örömhír, győzelmi hír, és van járványhír. És a győzelmi hír, az hogy lehet, hogy nehezebben terjed, és kevesebb embert érdekel, mint azok a hírek, amik a félelemet keltik az emberekbe. Na ezt magyarázd meg nekem. Nem érdekes? Tehát mi a hírek, amikor hallunk, mert nyilván szembe kell néznünk az a társadalmunkba, a világunkba zajló folyamatokkal, de amikor ezt halljuk, akkor kell bennünk lenni egy olyan technikának mentálisan, hogy van egy pont, amit túl már nem engedjük be. Nem a hírt, hanem annak a hírnek a hatását, amit létre akar hozni az ördög vagy az ellenség. Jó? Tehát azt mondja itt utána, hogy ugye megjött a hadsereg, körbevették egész Jeruzsálemet, szerintem nem fogok a végére jutni, már most látom. Körbevették Jeruzsálemet, azt mondja, a nép fölé seregvezéreket tett, maga köré gyűjtötte őket, látod, megszervezték az életet, mert ez ilyenkor más, ez nem polgári, nem úgy kell élned most, amikor ilyen dolgok vannak, mint ahogy általában szoktál, hanem ilyenkor másképp, tehát reagálni kell, minél gyorsabban reagál az ember a változásra, annál nagyobb esélye van a túlélésre. És azt mondja, hogy megszervezték, és azt mondja, és a nép igen, és szólt az ő szívük szerint eképpen. Tehát mi van a szívedbe? Azt mondja, szólt az ő szívük szerint így. Mit mondott Ezékiás király? Azt mondja, erősek legyetek. Látod, mikor mondta azt, hogy erősek legyetek? Amikor amerre csak elláttak Jeruzsálemből, minden irányba, fullra az asszíriaiak körbevették őket. Több százezren. Ugye a végén tudjuk, hogy minimum 186 ezer ember volt az ellenség táborában. Azért 186 ezer ember, az meddig ér? Hát kinézel távcsővel, nem látod a végét. És körbe volt véve egész Jeruzsálem. Erre kiáll Ezékiás király? Ne féljetek! Azt mondja, erősek legyetek, bátrak! Mi van? Hogy lehetek bátor? Hát mi itt vagyunk pár ezren. Ezek meg 186 ezeren ott vannak. És azt mondja nekem, hogy erős legyek és bátor legyek ebben a helyzetben? És igen. Isten azt akarja, hogy most, ebben a helyzetben, amikor kidőlnek a jobbod mellől, influenza vírus, koronavírus, fertőzöttek, így emelkedik, úgy emelkedik, 200-an halnak meg naponta egyes országokba. Már a vezetők is koronavírusosak. És mit mond Isten neked? Azt mondja, erős legyél, és legyél bátor. Jó? Erős legyél, és legyél bátor. Ne félj! Miért? Azt mondja, semmit se féljetek. Gondolod el, miközben látják. Most gondold el ezt a képet, hogy Ezékiás, fönnállnak az emberek, és látják, mert ugye előkészítettek mindent, hogy védeni tudják a várost. Tehát mindenki látja az ellenséget, és az ellenséget látva a sok tízezer embert, 186 ezer embert látva,
azt mondja, semmit ne féljetek. Az, na, hit embereinek kell lenni. Nem azt mondta, csak egy kicsit féljetek, vagy 50-50 százalékba féljetek, azért mégis van mitől félni. Azt mondja Ezékiás, semmit ne féljetek. Semmit. És akkor el kell dönteni az embernek. Félni fogok, vagy semmit nem fogok félni. Dönthetek, választhatok. Gondolj, de, mert úgy nem működik a hit. Egy kicsit azért tartogatok a félelemnek is egy kis helyet a szívembe. Nem. Vagy félsz, vagy hiszel. Olyan nincs, hogy egyszerre hiszel, és egyszerre félsz. Vagy félsz, vagy hiszel. És a hit, ott tudnak a dolgok megtörténni, Isten ott tud beavatkozni, amikor nincs félelem az emberben. Ezért mondta Jézus sokszor a tanítványoknak, ne féljetek, ne féljetek, mert megbénultok, amikor féltek. És ha megbénulsz, nem fogod tudni. Most gondold el, egy ilyen helyzetben ilyet kiáll Ezékiás király, és mondjuk tele van félelemmel, mert azt mondja, vége, kész vége, nincs holnap, vége a holnapnak, mi lesz a feleségemmel, gyerekekkel, mi lesz a várossal, mindennel, vége, vége a dalnak. És kiáll, és azt mondja, hát legyetek bátrak. De nem is mondaná ezt valahogy, úgy mondaná, kéne valahogy bátraknak lennünk. Figyeljetek már ide, valahogy bátrak legyünk. Hogy kéne bátraknak lennünk? Azt mondja, semmit ne féljetek, meg se remegjetek az asszíriai királytól. Hallod, az akkori birodalomnak, akkori világnak a legnagyobb birodalma volt az Asszíria akkor. Még csak utána jött ugye a babiloniak, utána jöttek a métperzsák, és a többi, és a többi. Ez ott akkor a legütősebb birodalom volt. És körbevették Jeruzsálemet. A legütősebb birodalom. A legmodernebb fegyverekkel. Előtte már ide-oda pakolgatták a nemzeteket más országokba. És deportálták ide-oda őket. És ez csak megjelenik, a legnagyobb. És már előtte, és ők maguk is, ha olvasuk a történetet, így ment oda a hadvezér is Ezékiáshoz, hogy figyeljetek, bennünket egyetlen város, ország istenei nem tudtak megállítani. A ti istenetek se fog megállítani. És ők arra néztek volna, hát itt vannak. Itt vannak. Most mit csináljunk? Ezt senki nem tudta legyőzni őket. Hallod, lehet, hogy Magyarország kicsi, de ha itt vannak keresztények, újjászületett keresztények, akkor ez az ország meg tudja állítani még a vírusokat is. Meg tudja állítani a koronavírusokat is ez az ország, akármilyen kicsi. Mert itt az a lényeg, hogy mennyi, hány ember van, aki a hitét tudja gyakorolni. És mondom, az Asszíria királya megjelent Izrael között, és mindenkit legyőztek. Mindenki, aki vele kapcsolatba került, vége lett annak az országnak, annak a népnek, annak a birodalomnak, királyságnak. Vége lett. És figyelj, azt mondja, erős legyél, bátor legyél, ne félj, ne remegjél se. Gondolod el, ott állnak 186 ezer embert néznek. És az volt a királynak a parancsa, nehogy megremegjetek. A lábatok, a hasatok, a szátok, ahogy a szátok áll, nehogy megremegjen. Emberek, így tudsz győzni. Nem úgy, hogy belül félsz, hanem úgy tudsz győzni, hogyha nem rettegsz. Erős vagy. Van okod erősnek lenni. A te Istened,
uralkodik most is. Amikor a koronavírus terjed, akkor is uralkodik az Úr. Nem állt meg az uralkodásával az Úr. Most is uralkodik, ugyanolyan király most is, mint ami volt előtte is, meg lesz utána is. És azt mondja itt Ezékiás király, hogy lehet, hogy most itt vannak a határainkon, lehet, hogy itt van, bejött, a városunkat veszi körbe, de ez volt kiadva, hogy emberek, ez Isten szava, ez Isten beszéde. Erős legyél, bátor legyél, semmit ne féljél, meg se remegjél az Asszíria királyától. De ha persze tanulmányozod az Asszíria királyt, már megint mit csináltak? Már megint hol tart az egész? Most már itt van, már Damaszkusznál is ott van, már Szamariában is ott van, most már mindjárt itt van. Azt mondja, ne félj, ne rettegjél. Azt mondja, vele való egész sokaságtól se, mert miért? Mit mondott Ezékiás király? Pedig látták a 186 ezer ember, látták a 10 000 ellenség, 10 000-eket láttak. Mondom, végére se értek, annak még távcsővel se, hogy meg tudják nézni. És figyelj, mit mond. És a vele való egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, hogy nem ő velük. Mit mondott Ezékiás a népnek? Az, hogy velünk többen vannak. Lehet, hogy nem látod azokat, akik velünk vannak. Lehet, hogy a vírust kimutatja a mikroszkóppal, de ha téged vizsgálnának, akkor hol van Isten? Hol a Szent Szellem? Hol van Istennek a kenete? Hogy ül be Istennek a beszéde a hit hallása által a szívbe, és ennek milyen hatásai vannak az ember szervezetébe? Hogy megy az ízekbe, a velőkbe, hogy megy bele Isten igéje? Hogy válaszza szét a szellemet a lélektől? Ezt nem tudod mikroszkóppal megnézni. A vírust lehet, hogy meg lehet nézni mikroszkóppal. De itt azt mondja Ezékiás, hogy emberek, most, ebben az időszakban nézz, ne csak a láthatót figyeld, hanem nézzél arra is, ami nem látható. Nézzél olyan dolgokra is, ami nem látható. És ugyanez volt ugye, az Elízeus prófétával is, meg a Géházival is, hogy amikor körbenézett a Géházi, és azt látta, amikor aludt Elízeus proféta, hogy körbevettek a várost, meghalunk, vége, ez volt az utolsó napunk, nem éljük túl ezt a napot, nincs holnap, mert itt az ellenség. És fölkelti a profétát, kelj föl, vége! De ilyenre felébredni. Kelj föl! Legalább jót aludtam. De arra keltesz föl, hogy vége az egésznek. És föl kell Elízeus, és körbenéz, és nézi, mit lát? Mit lát a tanítványom? Azt mondja, körbenéz, azt mondja, Uram, nyisd meg neki is a szemét. Hadd lássa ő is, amit én látok. És mit látott, amikor kinyitotta a szemét? Tele van Istennek, a legnagyobb problémákban ott állnak Istennek az erős angyalai körbevéve tégedet, tüzes angyalok állnak körbe, és ha át akarna hatolni is az ellenség, ezek az angyalok megállítják. Honnan tudod? Isten olyan angyalt leküld hozzád, mint a Betesda tavához, ott áll körülött, ott befedez téged ez az angyal, egy influenza, se vírus se tud áthatolni ezen a tüzes tehát védelmi vonalon. Tehát azt mondja itt, hogy ne féljetek, mert velünk többen vannak, hogy nem ő velük. És mondhatták volna Ezékiás emberi, hát Ezékiás, hát miről beszélsz? Hát hogy vannak velünk többen? De hogy is? Nem is így van, amit mondasz. De így van. Isten beszéde az igazság. Isten beszéde a valóság.
És vannak olyan időszakok, amikor a természetes egészség megőrzés mellett jobban oda kell tenni a hangsúlyt, tehát mint addig, jobban oda kell tenni a hangsúlyt az Isten igéjének a tanulmányozására, az imádkozásra, a közbenjárásra, a hitnek az építésére, és ezzel is erősíteni tudod az immunrendszeredet, és ezzel is az egész országra áldások tudunk lenni a könyörgéseinkkel. Honnan tudod, Isten elküld, lehet, hogy angyaloknak a sokasságát elküldi, és ez a kis ország megállítja a járványnak a terjedését. És elkezd visszafele menni az egész, nem csak a jó idő miatt, hanem a te könyörgéseden, a te imádkozásodon, a te közbenjárásod miatt elkezd visszaszorulni a Európába, a világba ez a járvány. Azt mondja utána, ővele testi erő van. Tehát azt mondja Ezékiás, azt mondja a népének, ővele testi erő van, tehát a Sanhedrin, a Szenakhéribben. Testi erő van. Lehet, hogy a vírusnál is ki van mutatva, hogy hogy működik, hogy szokott működni ez a vírus. De azt mondja, velünk pedig az Úr, ami Istenünk van, hogy megsegítsen minket, és értünk hadakozzon. Hallod? Nem elég, hogy megsegít bennünket a mi Istenünk, hanem meg lehet őt kérni, hogy Istenünk, gyere be, te vagy a seregeknek az ura, harcolj, gyere, és harcolj, értünk. Szorítsd ki ezt az ellenséget az országból, szorítsd ki Európából, szorítsd ki teljesen a világból. Meg tudja csinálni Isten? Meg. Hát Jézusnak van hatalma. Azt mondja, hogy megsegítsen minket, és értünk hadakozzon. És megbátorodott a nép ezt halván Ezékiástól, Júda királyától. Ezek után, tehát megbátorodott. Látod, vannak olyan beszédek, amitől bátor leszel, és vannak olyan beszédek, hogy elmegy még a maradék bátorságod is. Ezért kell a híreket, először egy belső szellemi szkandert nyomjál le, hogy mennyire vagy erős, és ahhoz képest hallgasd a híreket. Azt mondja, ezek után, amikor viszont megbátorodtak Izrael fiai, azt mondja, elküldte Szenakhérib, az asszíria király Jeruzsálembe, Ezékiáshoz, a Júda királyához, az egész Júdeához, Jeruzsálemben volt, mondván, ezt mondja nektek Szenakhérib, az asszíriai király, kibe bíztok, hogy Jeruzsálemben maradtok a megszállás idején? Kibe bíztok? Te kibe bízol? Húzzuk valahogy ki, ameddig az oltóanyag meg lesz? Ez is egy stratégia. De figyelj ide, hát miért nem, tehát amellett, hogy megteszed mindent, amit tőled telik, miért nem használod a hitedet is? Miért nem használod a hitnek a megvallását is? És mondom, hangsúlyozom, amellett, hogy megteszel mindent, hogy az egészségedet megőrizd, a családod egészségét megőrizd, az idős embereknek az egészségét megőrizd, megteszel minden, de emellett miért ne használhatnád még a hitedet is? Mert ráadásul jobban fog működni az immunrendszered is attól. És képzeld el, még ne talántán az immunrendszered még antitesteket is elkezd gyártani. Hogy jól működik. És azt mondja, kibe bíztok? Azt mondja, nem Ezékiás áltatott el titeket, hogy éhséggel, szomjúsággal ölne meg titeket, mondván az Úr, a mi Istenünk megszabadít minket asszíriabeli király kezétől. Avagy nem Ezékiás pusztította el az ő magaslatait, az oltárait, mikor így szólt Júdához és Jeruzsálemhez, mondván csak egy oltár előtt imádkozzatok, és azon töményezetek? Na hát valamit nagyon félreértett a Szenakhérib.
Mert nem az Úrnak az oltárait rombolta le, hanem a Bál oltárokat rombolta le Ezékiás. És akkor nem akarom így a történetet, tehát minden részletét elmondani, de amikor jött a félelemnek a beszéde, akkor fogta Ezékiás, és imádkozott. Ima. Ima. Az imának a hangsúlya most ezekben az időkben fontos. Nem csak a vitaminoknak, az, hogy betárazol vitaminokkal, és tárazzál be, és egyél vitaminokat. Egyél C-vitamin, D-vitamin, cinket, mindent egyél, ami jó, és erősít. De emellett a hitedet is erősítsd. Mert ha közben félsz, lehet, hogy a vitaminok nem úgy épülnek be az immunrendszeredbe, vagy a testedbe, ahogy kéne. Mert befolyásolja a félelem a testednek a működését. És azt mondja, akkor Ezékiás király könyörgött, és ővele Ézsaiás próféta, az Ámos fia, e káromlásért, és felkiáltottak az égre, és elbocsájtotta az Úr az ő angyalát, ki megölt minden erős vitézt, elöljárót és vezért Asszíria király táborában, és nagy szégyennel visszatért az ő földjébe, bemenvén pedig az ő istenének házába, ott az ő saját fiai fegyverrel ölték meg, és megszabadította azért az Úr Ezékiást és Jeruzsálem népét Senakhériptől, az Asszíria királytól, és minden másoktól, és védelmezte őket mindenfelől. Védelmezte őket mindenfelől. Látod, Ezékiás jó dolgot csinált előtte. Mégis az volt a válasz, hogy Senakhérib oda ment Jeruzsálembe, hogy elfoglalja Judeát, és elfoglalja Jeruzsálemet. De egy hitharcon túl kellett lenni. Nem csak az elég, hogy jól csinálsz mindent Istennel, vagy az Isten dolgában jól csinálsz mindent, hanem kell, hogy a hitedet is tudjad gyakorolni. Lesznek ilyen helyzetek az életbe, hogy a hitedet gyakorold. Gyakorolnod kell. És csak azután jön az, hogy minden másoktól is védelmezte, minden felől védelmezte. De ott az ott kezdődik el. Ne félj, bátor legyél, semmitől ne rettegj, és erősödjél meg. Nem ezt mondja Pál is az Efézusi levélben? Hogy atyám fiai, erősödjetek meg. Erősödjetek meg az Úrnak az erejében. És amikor ilyen lehangoló dolgok vannak, fontos, hogy az ember megőrizze az Úrnak az örömét. Mert az Úrnak az öröme a mi erősségünk. Nem szabad, hogy átváltsál depresszióra. Nem szabad, hogy a pánik vegyen erőt rajtad. Józannak kell maradnod. Sok józan döntést kell hoznod ezekben az időkben. És ne pánikolj, ne a félelem vezessen. És ha megmarad benned az Úrnak az öröme, meg tud maradni, akkor azt mondom, hogy meg tudsz erősödni. És egyébként csak hadd mondjam el neked, hogy az öröm az jó hatással van az immunrendszerre. Ilyen is számít. Ilyenek vagyunk mi emberek, hogy nem csak vitaminok, ásványi anyagok, nem csak a körülmények, hanem ahogy a belső, tehát a mentális életünk, a mentalitásunk, az érzelmeink, és ilyenek is számítanak, hogy hogyan vesszük fel a harcot egy problémával szemben. Tehát azt mondja Isten igéje befejezésül a 91. Zsoltárhoz lapozzunk, és azt mondja itt a Zsoltár, 91-es Zsoltár, azt mondja Isten igéje, aki a fenségesnek rejtekében lakozik, a minden hatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ugye ő szabadít meg a dögvésztől, és itt is járvány van. De figyelj, mi az a két szó, amit meg kell jegyezned? Nyugszik, és bízom. Nyugszik, és bízom.
meg kell tudni nyugodni, nem kapkodni. Ezért mondtam, hogy józannak is lenni kell. Ne a félelem az kapkodásra vezet. Látásod legyen először. Meg tudjál nyugodni. Amikor azt mondja, hogy ő szabadít meg a veszedelmes dögvésztől, annak az az előzménye, hogy az az ember meg tud nyugodni az Istennek az Úrnak a jelenlétébe. Ezért imádkozzatok nyelveken. Tudjál bennmaradni úgy, hogy nem a hírek, hogy most az operatív törzs, most nem imádkozok, most gyorsan, még oda kell figyelnem. Akkor hogy nyugszol meg? Hanem amikor érzed, hogy nem mondja érzed, hanem imádkozz. Nyelveken szólj sokat. Olvasd a Bibliát. És nagyon fontos, hogy ilyen időkben, például a prófétáknak az írásait elolvasod, akkor megalázkodsz Isten előtt. Korrigálod az életedet. Mert ezek a napokban ki kell ezt használni, hogy amiben kell, korrigáld magadat. Tudjad azt mondani, hogy ezt elrontottam, én megtérek ebből, Istenem, megalázom magamat előtted. És kérlek, hogy ez a csapás eltűnjön. Nem tudom, hogy hogyan jó idő által, vagy bármi, de minél rövidebb ideig tartson, és minél gyorsabban menjen. És fontos ilyenkor, hogy az ember meg tudja alázni magát. Helyreállítsa a kapcsolatát az Úrral. Meg tudjon nyugodni Istenben. Utána azt mondja, hogy olyan Jákob, hogy a Jákob az meg tudott, ott tudott lenni a sátorban, tudod szemlélődő életet élni, és tudod gondolkodni Isten igéjén. Ézsau meg állandóan ide rohant, oda rohant, ezt a zsákmányt kell megszerezni, azt kell, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, de a nyugalom. Nézd meg, hogy Ézsau mit vesztett el, és nézd meg, hogy Jákob mit nyert meg. És meg tudott nyugodni. A másik, nézd meg, azt mondja, én oltalmam váram, Istenem, ő benne bízom. Hogy emberek, ilyenkor is nagyon fontos, tehát ugye, hogy különböző készítményeket fogyasztani, vagy adott esetben, amikor tapasztalod a tüneteket, elmenni orvoshoz, de a bizalmadat, nincs az, amit a Jeremiás mond, hogy ugye amikor mondja, hogy átkozott az az ember, aki az emberbe, testbe veti a bizodalmát, neked most is, a járványkor is a bizodalmadnak meg kell, hogy maradjon az Úrnak. És persze emberi segítséget is vegyél. És kérjél. De a bizalmadnak a lényege, az alapja az Úr. És ezután mondja azt, hogy mert ő szabadít meg téged a madarásznak a tőréből. Vagy azt mondja, a veszedelmes dögvésztől. Tehát amikor járványok vannak, Isten meg tud szabadítani a járványtól. Mert a dögvész az eredetiben azt mondja, járvány. Ő tud megszabadítani a járványtól. Tollaival befedez téged. Azt mondja, a szárnyai alatt lesz oltalmad. Múltkor láttam egy olyan képet, képzeljétek el, hogy esett az eső, és egy tyúkanyó el volt ázva, de totál el volt ázva, és ki volt a szárnyai, ki voltak terítve, és alatta meg, nem tudom, 8-10 csibe be volt alá, tehát mentek oda ugye az anyjukhoz segítségért, és ott takarta őket be, és óriási kép. Tehát ez, hogy ő ázik, és a többiek azok egy védelem alatt vannak, amennyire ugye beférnek a szárnyai alá. És ezt mondja Isten, hogyha te meg tudsz nyugodni az Úrban, és meg tudsz bízni benne,
akkor egyszer csak Istennek a szárny. Tehát most neki nincsenek szárnyai, de most így képtelen ez a védelem, ez az oltalom, ez elkezdi kiterjeszteni rád. Elkezd jönni és körbevenni tégedet. Bele, ott a mélyébe bele tudsz kerülni ebbe. Ennek a mélyébe. És azt mondja, pajzs és páncél az ő hűsége. Emberek, ezen a pajzson, páncélon a koronavírusok se tudnak átmenni, influenzavírusok se tudnak átmenni. Ez a Szájmosznál is sokkal jobban vitt téged. De persze vegyél szájmaszkot. Azt mondja, nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülőnyíltól nappal, a dögvésztől, látod, itt megint azt mondja, hogy a járványtól, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. A többit nem olvasom, mert nem akarom, hogy elessenek mellőled, se a jobb kezed, se a bal kezed felől. Jó, tehát én ezt akartam nektek mondani, hogy hittel, bátran legyél ezekben az időkben. Ne féljél, semmit ne rettegjél. És meglátod, hogy legyőzöd. Ha elkapod is, legyőzöd. De ne kapd el, ne ez a pajzs, ez sokkal jobban vegyen körbe téged. Köszönöm a figyelmeteket, meghallgattatok, és fogunk találkozni következő héten, vasárnap is. Köszönöm a figyelmeteket.